Jöttünk egyszerűen Vörös Marci Autocross versenyzőhöz. Szia Marci, mondanál pár szót a kamerában, milyen verseny van, hát, milyen kategóriában indulsz, milyen autóval? Én a junior kategóriában megyek, egy 6-os Mazdával, egy 3-as Mazdával, 10 éves vagyok, és nagyon szeretek autóversenyezni, 3,5 éves korom óta csinálom ezt a sportot. Mit tud az autó? Teljesítmény? Hol hajt, előhajt, hátulhajt? Hát első kerekes, és szeretek vele menni, mert a régi autóm egy terepgokárt volt, és 7 évesen mentem vele, de az hátsó kerekes volt viszont. Uh-huh. És hát már lóerőzőző. És ez eddig mennyit teszteltél ezzel az autóval? Hány versenyt voltál, mennyit mentél vele? Ez a második versenyem, most kezdtem, de nagyon tetszik nekem ez a sport. Uh-huh. Eredmények? Eredmények, hát a múltkori versenyem még, ami egy hónappal később volt, akkor az első versenyen 5. lettem, a másodikon 6. és a harmadikon 7. viszont a negyedik versenyen egy kis hiba történt, mert kicsit gyorsan mentem a kanyarnak, és sajnos belecsúsztam egy 3 méteres árokba. De jól sikerült, hisz nem történt semmi baj, és a nézők ki tudtak tolni, és be tudtam fejezni a versenyt. Uh-huh. Az nagyszerű. Szerelni szoktad az autót? Hát inkább csak segítek apának, még nem értek annyira ez az autóhoz, uh-huh. Se másik autóhoz. Értem. Kívánok sok sikert és sikeres versenyt. Köszönöm szépen. Minden jót, szia!